Lapozó Tamás, az MSZP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a legfőbb ügyészhez. Mi volt az étlapon Matolcsi Györggyel történt titkos találkozóján, talán az MNB alapítványok vagy a Questor ügy elrendezése címmel? Harangozó Tamás képviselőt illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr! Legfőbb ügyész úr, március elején, március 1-én csütörtökön a Magyar Nemzeti Bank elnökével, Matolcsi Györggyel költött egy kellemes éttermi találkozót, amiről aztán kép is készült, és az önök hivatalos kommunikációja szerint az MNB által tett feljelentésekről ejtettek szót állítólag. Utólag azonban ez a találkozónak a körülményei és az időzítése egész más megvilágításba teszik a helyzetet. Azok után találkoztak önök ugyanis, hogy az Alkotmánybírósághoz került az a szégyenletes MNB törvény, amit itt a Fidesz megpróbált a házon áterőszakolni, ami a minden idők egyik legnagyobb barba tükrével eltüntette volna a több mint 200 milliárd forintos MNB-s pénzeknek a közpénz jellegét. Önök ezek után kedélyesen, barátilag mondhatni, családias környezetben beszélgettek a Magyar Nemzeti Bank elnökéről. Elnökével. Két kérdés adódik, hiszen azóta kiderült még valami, az, hogy legfőbb ügyész úr legközvetlenebb hozzátartozója, felesége, nem csak az MNB egyik vezetője, de jelesül ezen cégek felügyelőbizottságán közül többnek elnöke és tagja. Ezeket most nem sorolom fel, de ilyen minőségében az itteni pénzköltésekkel kapcsolatban konkrétan büntető jogi felelősséggel rendelkező tagja és vezetője ezeknek az alapítványoknak. A másik kérdés, ami adódik természetesen, hogy azóta szintén világossá vált legfőbb ügyész úr, hogy a Questor ügyben önök képtelnek voltak még csak vádat emelni is normálisan, és azóta is vitában állnak a bírósággal, mégpedig egy olyan ügyben, amiben szintén a Magyar Nemzeti Bank érintett, hiszen az ő felelősségi és felügyeleti jogkörébe tartozó ügyben sikerült Magyarország minden idők legnagyobb broker botrányát végrehajtani. Kérdezem tehát legfőbb ügyész urat, hogy miről beszéltek ezen a megbeszélésen, és személyes érintettsége miatt milyen következményei lesznek ezeknek a kérdéseknek. Várom válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, az azonnali kérdése Polt Péter ügyész úr válaszol, megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, képviselő úr. Ön a kérdés címében titkos találkozóról beszélt, amit hát mondom titkos módon életét és biztonságát nem kimélve fedett fel az ön egyik politikus társa, és készített róla fényképet. Talán egy kicsit túl sok kémfilmet nézőn, ez egy nyilvános helyen, egy vendéglőben, nyitvatartási időben történt, és nem hiszem, hogy bármi olyan konspiráció lett volna, ami ilyen titkos találkozóra okot adhatott volna. Természetesen van miről beszélni a Nemzeti Bank elnökének és a legfőbb ügyésznek. Az utóbbi időben több olyan bűncselekmény is történt, többek között az ön által említett Questor ügy is, amelyeknek általános tapasztalatait le kell vonni. A büntetőeljárási törvény szerint az ilyen bűnügyeknek és minden bűnügynek a megakadályozása érdekében is szükséges intézkedéseket tenni. Ezek olyan módszerekkel, informatikai körülmények között lettek elkövetve, amelyek tényleg általános tapasztalatok levonására alkalmat adtak. Ezeket osztottuk meg egymással. Én elmondtam, hogy milyen nem konkrét az ügyre vonatkozó kérdések merültek fel, és az elnök úr pedig a Nemzeti Banknak az ellenőrzési tapasztalatairól számolt be. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen normális, minden jogállamban elfogadható, és semmifajta kételkedésre okot nem ad. Arról pedig megnyugtatom, hogyha bárhol, bármikor bűncselekmény gyanúja merül fel, akkor abban az ügyben az ügyészség el fog járni, függetlenül attól, hogy milyen bűncselekményről és milyen szeméről van szó. Köszönöm szépen! Megköszönöm legfőbb ügyész úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót képviselő úrnak. Parancsoljon! Legfőbb ügyész úr, akkor beszéljünk csak a legfontosabb kérdésről. Ő most azt akarja mondani, illetve nem is mondott semmit. A teljes magyar nyilvánosságnak, hogy ön, mint a törvényesség legfőbb őre,
nincs mondani való és nincs kötelezettsége abban az ügyben, hogy az ön felesége konkrétan személyesen érintett a Magyar Nemzeti Bank alapítványai körüli ügyekben. És büntetőjogi felelőssége tartozik azért, hogy ott mi történt, és ezzel önnek nincs teendője. Nincs még egy mondata se. Legfőbb ügyész úr, szerintem az lenne az egyetlen tisztességes dolog, amivel megmentheti az egyébként az ön személye által már évek óta terhelt ügyészséget és tisztességes ügyészek munkáját és fedhetetlenségét, hogy lemond legfőbb ügyészi pozíciójáról addig, amíg a Magyar Nemzeti Bank ügyeit pedig tisztességesen kivizsgálják. 2. Questor ügyben Kovács Zoltán kormányszóvőt megkérdezheti, milyen a népharag. Szerintem nem kéne megvárni az ügyészségnek se, amíg ez a népharag eléri önöket. Abban az ügyben nem képesek még csak vádat emelni. 3. És az én személyes megjegyzésem. 10 másodpercet kérek szépen. Szerintem normális országban legfőbb ügyész úr, Hiszékeny Dezső felmentése után önnek már egyébként is be kell fogadni a lemondását. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Tisztelt Országgyűlés, viszont válasz illeti meg legfőbb ügyész úr, természetesen az időkiegészítés legfőbb ügyész úrra is vonatkozik. Megadom a szót. Ön képviselő úr fenyegetőzött, és ezt a leghatározottabban is szóutasítom. 1. Ön azt állítja, hogy valaki jelesse az én feleségem bűncselekményt követett el. Én azt gondolom, hogy még eljárás sincsen. 2. Ön ezt állította, képviselő úr. 2. Képviselő úr, megvannak erre a megfelelő eljárási szabályok. Egyébként a legfőbb ügyész, talán jó lenne az alaptörvényt egy kicsit tanulmányozni, nem a törvényesség legfőbb őre. 3. Tisztelt Uram, az, hogy ön, hogy úgy mondjam, egy ügyben milyen következtetéseket von le, azt gondolom, hogy egy magánvéleményes politikai vélemény, és nem a hatóságoknak az eljárását tükrözi. 4. Hogy egy kicsit megnyugtassam nem önt, hanem a közvéleményt. Most nyújtottuk be a Budakes ügyben a vádiratot, ugyanolyan módon, mint ahogy a Questor ügyben is a bíróság befogadta, problémát nem okozott a bizonyítékoknak a megfelelő csoportosítása, és június 30-ára kitűzte a tárgyalást. Meg lesz ez a Questor ügyben is. Köszönöm szépen. Megköszönöm legfőbb ügyész úr viszontválaszát, tisztelt Országgyűlés, Volner